Kisalföld Podcast. Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal. Szeretettel köszöntjük a Kisalföld Podcast hallgatóit. Varga Henrietta vagyok, a mai vendégem pedig Bojtor Gyula, a soproni Bojtorina vegán konyha tulajdonosa. Üdvözöllek, Gyula! Én is üdvözlöm a hallgatókat, és hálás köszönhetem ezen podcast lehetőség kapcsán. Örülünk, hogy itt vagy veled. Sopron első vegán étterme, ahogy a vendéglátóhelyek többsége, gőzerővel készül az őszre. Azok, akik nem ezen szemlélet szerint étkeznek, el sem tudják képzelni, hogy mennyire változatos, egészséges és tápláló ételek készülhetnek az idén jellegű zöldségekből, gyümölcsökből, gabonákból, megbolondítva némi fűszerrel. Mielőtt belevágnánk ezekbe az ízekbe, beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mi a különbség a vegetáriánus és a vegán étkezés között. Hát ez mondjuk a két olyan általában ismert fogalom, ami szintén még magyarázatra adhat esetleg okot, de ettől még sokkal részletesebb ez az egész, de azért maradjunk ennél a kettőnél. A vegán az, aki semmiféle állati eredetűt nem fogyaszt. A vegetáriánus az, aki csak húst nem, például tejterméket fogyaszt, sajtot, tejet, stb. Joghurtot, kefét, egyebeket, illetve tojást is. És ennek a különböző verzióit, mondjuk egy olyan tésztát, ami tojással készül. De hogy vannak ennek külön közbenső elemei is, mondjuk az ovo-lakto vegetáriánus, aki például a laktovegetáriánus csak tejet nem fogyaszt, és tejet és húst nem, az óvó az pedig tojást és húst nem. És akkor vannak a flexitáriánusok, akik átmenetileg valamilyen alapvetően vegánok, de az élethelyzet úgy hozza, akkor nem akarnak mondjuk másokat megsérteni, és akkor ezen túl vannak. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon széles skálája van ennek a mozgalomnak, és nagyon sok mondjuk én értelemben egyedi megoldás született ebben az étkezési kultúrában. Hát így ezek alapján, amiket elmondtál valóban, tehát, hogy az ember nem is tudja akkor, hogy most éppen melyikben szeretne tartozni, vagy tartozik egyáltalán. És ugye a közhiedelemben él az is, hogy ezek nagyon egyhangúak. Tehát, hogyha valaki vegán vagy vegetáriánus, akkor ott a konyha nagyon-nagyon egyhangú. Hogy tehető változatossá, vagy különlegessé? Hát ezt egyáltalán nem osztom, ezt a közhiedelmet. Sőt, mitől én azt gondolom, hogy én miután vegán lettem, az már mondjuk nem most volt, nem, sőt, én a múlt évszázadban, sőt, a múlt évezredben kezdtem, az 1999-ben, amikor is vegetáriánus lettem először. Mondjuk akkor még egy kicsit nehezebb volt ez a világ, nagyon nem volt neki kultusza, és aztán 17 évvel lettem vegán. És mondhatnám, hogy az én saját fejlődésem együtt fejlődött ez a világ is, és inkább azt mondanám, hogy nagyon bizonyos értelemben persze szűkült, mert bizonyos alapanyagokat nem használok, ami állati eredetű, viszont más értelemben meg viszont tágult, mert egy csomó olyan új dolog jött az életembe. A vegánság az egy rettentő, innovatív tevékenység. Azt nagyon sokan fejlesztik, nagyon-nagyon, mint egyéni szinten, tehát mint étterem, én, mint Bojtor Gyula, de ez egy komoly iparágra is kezd növekedni, komoly befektetőkkel, és nem akarok itt neveket mondani, világszinten ismert komoly pénzemberek is látnak ebben üzleti fantáziát is, nem csak egy a jövőbeni étkezési kultúrának az egyik módját, hanem egy üzleti lehetőséget is. Tehát, hogy nagyon nagy ipari és üzemi módszerek is kezdenek ebben a dologban nagyon elterjedni. Bár én személy szerint nem vagyok híve, mert hogy pont azok a dolgok, amik itt például mi képviselünk, hogy minden kevesebb tartósítószer, színezőanyag, és minden mesterséges dolog, ami azt gondolom, hogy a mai modern betegségeknek a meleg ágya, azt mi megpróbáljuk nélkülözni, de még a minden kevesebb fagyasztott dolog, stb. Minél inkább olyan dolog, ami minél kevesebb egyszer érte a növényeket. Nem mondom, hogy mi 100%-ban biók vagyunk, mert az egy rettentő nehéz iparág azért, meg a költség struktúrája is eléggé megnövelni az eladási árakat, de nagyon figyelünk arra, hogy minél inkább ebben a dologban otthon legyünk. És hogy visszatérve az eredetére, pont emiatt én ezt a nagyipari vegán ételt
készítést, ezt annyira nem. És ennek nagyon szertálkozó sejttenyészettől kezdve mindenféle dolog van már ebben a dologban, ami hát nem mondom, hogy olyan szinten, mint manapság a mesterséges intelligencia, mert nem, de hogy egy hasonló nagyon-nagyon komoly investíció és nagyon sok energiát beleraknak ebbe az iparágba, hogy ez egy fejlesztés alatt álló. És hát emiatt az eredeti gondolata visszatérve, nagyon sok olyan dolog van, ami viszont egy az iránt, a világ iránt nem érdeklődő személyben, vagy a személy elé nem kerülő alapanyagok, egyik oldalról, másik oldalról, meg nagyon kinyílik abban az értelemben ez a világ, hogy a különböző világkonyhák, indiai, nem tudom, lehet ilyet mondani, most lesz egy indiai estünk például, egy indiai vegánsév fogja bemutatni, hogy Indiában hol tart ez a vegánság, biztos nagyon izgalmas lesz. A déli országok, Olaszország, Görögország, távol-keleti ország, közel-keleti országok, francia, olasz konyha, stb. Úgyhogy nagyon sok minden van, ami egyébként nem jellemzi az átlagos vegyes étrenddel rendelkező, vagy vegyes étrendet követő embereknek a világát. Úgyhogy részben valóban visszatérve egyszerű egy mondattal válaszolva, részben szűkül egyértelműen az alapanyagok tekintetében, részben viszont nagyon tágul. És azt gondolom, hogy sokkal jobban tágul, főleg az, és általában aki vegán lesz, az érdeklődik is utána. Tehát kénytelen érdeklődni, mert nem minden hétköznapi utcasarkon botlik bele a lehetőségekbe, úgyhogy érdeklődik utána, és innentől kezdve nagyon-nagyon széles lehetőségeket hordoz magában ez az értelési kultúra. És milyen alapanyagokat használtok, vagy mivel helyettesíthetőek ezek az alapanyagok, hogy egy kicsit beszéljünk erről? Hát ugye a hagyományos alapanyagok, ugye a zöldségek, gyümölcsök, gabonák és a hüvelyesek, ez ami alapvetően mint alapanyag képzi a potenciális lehetőségeket, és aztán ezekből készülnek olyan termékek, amit mondjuk húspótlónak lehet nevezni. Itt most én mondjuk egy néhányat felsorolva, például van a tempe, ami egy nagyon újdonság itt Sopronban, gyakorlatilag csak nálunk van, de szerintem ételmi körülmények között Magyarországon csak nálunk van, a legjobb tudásom szerint. Van a szeitán például, ez egy gabonából, a búzasikérből készülő, szintén fehérje, dús húspótló. Van a jackfruit, az egy Afrikában és mondjuk keleten, távol-keleten honos növény, aminek egy óriási tökszerű vagy dinnyeszerű termése van, ami szintén eléggé elterjedt, és van a tofu, amilyen, és mondjuk van még azért a szójában néhány extrudált szója, stb. Tehát vannak ezek a szójatermék, amik szintén hasznosíthatók és használhatók erre a feladatra, hogy pótoljuk. És hát, hogy attól, hogy mitől lesznek, ugye ennek egyrészt a struktúrája kell, hogy hasonló legyen valamelyest, ezeknek mind olyan struktúrájuk van, másrészt pedig szóval van egy ízvilága, de hát az ízvilága az úgyis sem, önmagában a húsnak sincs nagy íze, mindig a fűszerek teszik olyanná, amilyennek lennie kell, úgyhogy itt is nagyon fontos a fűszerezés. A vegán világban mondjuk a fűszerezésben ott elég szélsőséges esetek vannak. Vannak, akik nagyon a sótól, a fűszerektől is, még azoktól is óvakodnak. Mi nem ennek a hívei vagyunk, mi szeretjük az ízletes és jó ételeket, úgyhogy azt gondolom, hogy idáig, aki nálunk evett, mindenki azt mondta, hogy ez egy nagyon ízletes és finom étel. Azért érdekes, hogy egy vegán konyháról, vagy vegetáriánus konyháról beszélgetünk, és mégis egy húspótló étel került terítékre. Igen, tehát, hogy valamiért akkor valószínűleg az íze miatt, vagy az állaga miatt keresik az emberek ezt a fajta terméket is. Igen, mert hogy több oka van annak, hogy több lehetőség, hogy miért válik valaki vegánná. És mondjuk, aki mondjuk a legjellemzőbb is, azt gondolom, a legnagyobb tömeg talán az állat és a környezetvédelem köré szövődik. Ott nem arról van szó, hogy nem szereti a magát, a feelinget, ami abból, hanem különböző tudatossági szempontból, etikai szempontból azt mondja, hogy én nem vagyok hajlandó támogatni élő lényeknek a lekaszabolását, szenvedését okozó húsiparnak a működését. Ez a legnagyobb, és hát vannak egyéb más egészségügyi szempontból, van, aki mondjuk nem tudom, mindenféle egyéb más szempontok is szóba jöhetnek még, például
valamilyen hitrendszer köré szövődnek, vannak olyan kimondott hitrendszerek, amik kimondottan tiltják, mondjuk önmagában húsevés, vagy kimondottan vegán támogatnak, tehát több minden oka lehet a vegánság mellett való döntés, vegánság, mint életmód, és vegánság, mint étkezési kultúra mellett való döntésnek. És a magyar konyhával mennyire egyeztethető össze? Lehet annyira fűszeresen készíteni ezeket az ételeket, mint mondjuk egy pörköltet? Abszolút, a pörkölt az egy teljesen alapvegán étel mondjuk, de hogy tovább haladjunk, olyannyira, hogy nekem az édesanyám például kiválóan megtanulta a világ legjobb vegán töltött káposztáját csinálni szerintem. Még mi sem tudunk olyan jól csinálni, megítélésem szerint, de egyébként apám bejött és betanított bennünket, 83 éves, a vegán töltött káposztára, mert ő hozta a hagyományos töltött káposztának a technológiai, hogy hogyan lehet igazán jól csinálni. Mi hoztuk hozzá a vegán vonalunkat, és nagyon kiváló vegán töltött káposzta lett belőle. Úgyhogy például karácsonykor lehetett rendelni vegán töltött káposztát, de volt már vegán halászlevünk, tehát így a klasszikus magyarokat figyelemben véve, strapacska, tehát azt gondolom, hogy tehát nyugodtan kijelenthetem kirántott hús, tehát nyugodtan kijelentettem brassói, tehát hogy nincs olyan tipikus, emblematikus magyar étel, ami vegánban nem lehet produkálni. De talán még világétel sincsen, tehát hogy leleményesség, utánajárás és mondjuk kreativitás kérdése, hogy ebből előbb vagy utóbb, de egy kulinárisan is élvezhető finom termék lesz, és tényleg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez teljesen, tehát nincs olyan dolog, amit le kéne mondani egy vegánnak, nem tudom én, bárán, tehát igen, tehát nincs. Sőt, lehet, hogy egészen másfajta ízeket próbálhat ki az ember, és mondjuk így ezen keresztül szereti meg a vegán vagy a vegetáriánus étkezést. Abszolút, mert például most maradjunk ennél az indiai, tehát hogy mondjuk sok ember azt gondolom, hogy lehet, hogy még életében nem kóstolt indiai ízeket, de ha mondjuk egyszer megkóstolják, azt mondja, hogy atya világ, micsoda más világ, milyen, nagyon erősen fűszereznek, de hogy úgy, hogy nem az egyes fűszerek dominanciája, hanem a több fűszer kombinációjának a harmóniája ad valami különlegességet, ami rájuk jellemző elsősorban, és persze vannak olyan fűszerek, amik elsősorban rájuk jellemző, bár már azt gondolom, hogy Európában is bekúsztak mindenhova szinte. Úgyhogy azt gondolom, hogy sok lehetőség van, ami nem csak elhatározás miatt, hanem önmagában egy különleges kulináris élvezetet is jelenthet. Tehát van újdonságot a hagyományos, nem tudom én, mind a 8-10 lehetőség közt, ami mondjuk van a városban, ugyanazt nagyjából kiről lehet kapni, de hogy itt valami olyat lehet, amit abszolút különlegesség. Uh-huh. Úgyhogy sokan jönnek egyébként ilyen emberek, és nem vegánok, de meg szeretnék kóstolni valami különlegességet, szeretnének valami olyat, amit ideig nem tapasztaltak. Ezt hallgatva az embernek meg is jön a kedve hozzá egyébként, hogy megkóstolja ezeket az ételeket. És úgy tudom, hogy rendszeresen tartotok workshopokat is a fermentálásról például. És miért érzitek szükségesnek ennek a technikának a népszerűsítését? A fermentálás az egy azt mondom, hogy nagyon, nagyon fontos technika, ami egyrészt relatíve könnyen házilag is kivitelezhető, ez az egyik oldala. Másik oldala, hogy azt gondolom, hogy rettentő, ízletes, finom, sokan a kovászos uborkát meg a savanyú káposztánál itt leragadnak, de hogy ez sokkal több ennél, tehát rettentő széles zöldségskálája van ennek, amit lehet fermentálni. És ami a legfontosabb, hogy a fermentálás folyamatában keletkező mikroorganizmusok, ezek főleg ilyen teljesen baktériumok, azok nagyon jó harmóniában vannak az emésztés segítését szempontjából. Tehát mondjuk ilyen a tempénk is, ami szintén fermentálással készül. Tehát nem csak, hogy finom, nem csak, hogy könnyen emészthető, hanem még egy ilyen, mondjuk az, hogy az emésztést segítő, gyógyító hatása is van. Mert hogy ezek a baktériumok, amik ebbe itt ilyenkor elszaporodnak, azok nagyon jó harmonizálnak az emésztésben lévő, főleg a vastagbélben lévő baktériumokkal, és én saját magamnak volt egy nehéz életciklusom egy időben, és akkor sajnos ráment az emésztésemre a sok stressz,
és akkor egy kis vastag és bébél gyulladásos problémáim voltak, és én például kimondottam a savanyú káposzta levével. Már mindent beszettem, az atya, úristen, mindenféle proprem, mint olyan biotikumokat, stb. És már nem tudtam hova nyúlni, kórház, stb. És műtét, és mondtam, nem most még ez így volt. Én nem is utána olvastam, volt, jött egy belső érzés. És akkor én elég durván nyúltam hozzá a dologhoz, úgy fél liter egy húzásra. Aztán utána mondták, hogy hú, hát az nem biztos, hogy ez egy jó megoldás, mikor már túl voltam, de hogy ez mindez oda vezetett, hogy olyan jól kipucoltam, és olyan rendben hozta, hála Istennek ez a kúra. Egyébként most, hogy így már 2 éve volt, most lehet, hogy újra megcsinál, most megint jön a szezon. Most egy kicsit majd azért óvatosabban, mert aztán utána elmondták, hogy mi lehetett volna, de hála Istennek nem lett ebből a túladagolásból, úgymond. Úgyhogy, de nagyon-nagyon hatékony volt, és én személyesen ezt alá tudom támasztani a személyes élettapasztalatommal, hogy nagyon jól használ, nagyon jó hatásokkal segítenek a gyógyulásba, és nekem egyébként a tempó az egyik kedvencem, mert pont ezt érzem, hogy nagyon ízletes, nagyon jó, de ugyanakkor könnyű, segíti az emésztést, nincs az, hogy most akkor kicsit puffadok, ez meg van az. Tehát akinek, főleg akinek mondjuk azért nincs rendben az emésztése, ott sokan itt állnak meg a vegánságról, hogy akkor a növények azért kicsit, mondjuk főleg a hüvelyesek, az ott a pufasztóbbak lenni. De hogy ez nem attól van, hogy a növényen van a probléma, hanem attól van, hogy az emésztés, meg az egész bélrendszer nem a legjobb állapotban van. Ez köszönhető főleg az eddig emlegette 10 fokozott, a tartósítószerek, meg színezék, stb. Ez azért elég jól tervre vágja az emésztést. És akkor ezek az anyagok pedig hát vissza tudják állítani ennek az egészséges mikrokultúráját. Hát újra rá kell jönnöm, hogy minden mindennel összefüggésben van egyébként, és az ember ezekből tanul, és remélem, hogy tényleg hasznos lesz majd mindenkinek. És ugye a mai témánk ez az őszi ízek. Ti itt az étteremben milyen őszi kuriózummal, vagy milyen ízekkel készültök? Most nem szeretnék lelőni mindent, de most majd lesz egy tök világa, tehát a tök irányába az lesz, hogy a most a tök időszaka, és a sütőtök időszaka, és most abban akarunk. Egyrészt azért is nem, mert még most van a kidolgozás alatt, másrészt meg időben szeretnénk ezt kommunikálni, de lényeg, hogy nagyon sok figyelmet fogunk a következő időszakban a sütőtökre fókuszálni, és arra azokból több ételt is készíteni, ami azt gondolom, hogy szintén egy nagyon finom és egészséges étel. Ugye a tök lesz a fő téma, de napjainkban persze benne van az alma, a pörte, a szilva, ami éppen mindig aktuálisan rendelkezésre áll, aztán majd a cékla időszak, stb. De most a emblematikus és eléggé szembeötlő, azt gondolom, a tök lesz majd, ami köré fog majd szerveződni, az őszi étlapunk. Valószínűleg valami alakárba is majd felteszünk valami tökös ételt, úgyhogy tök lesz, igen, az, ami... Ami a fő slágere lesz, igen, majd az elkövetkezendő időszakban. A következő pár hónapban. A tököt is lehet fermentálni? Természetesen minden, ami zöldség, az abban mindent lehet. Tehát, hogy van egy barátom, ő, hát nem is tudom, mi mindent, gyakorlatilag mindent fermentál, ez hobbija, teljesen beleőrült ebbe a fermentálás dolgokba, és nincs, ami élő és növény, abban mindenből lehet valamit kezdeni. Aztán persze mi jön ki, az mennyire ízbarát, vagy nem tudom, micsoda, az egy másik kérdés, de hogy gyakorlatilag ilyen bármivel lehet próbálkozni. De szerintem a legszélsőségesebb dolgokkal kell kezdeni, de a hagyományosabb káposzta, uborka, sárgalépa, stb. Ezek, amik elsősorban könnyen és jól működőek, és nagyjából nem lehet mellélőni, de aki ebben mondjuk így beleéli magát jobban, akkor tényleg utána jöhet a cukkini, karfiol, stb. Tehát, hogy mindenben lehet próbálni, aztán valami kijön. Pont ez a szépség, ez az innováció, hogy ha embernek kedve van és ideje, akkor ebben lehet az jól elbíbelődni. Mert képzelőerő és kreativitás kell hozzá. Abszolút. A vegánság az igen. Bár most egyre kevésbé, mert már ide jobban az orrunk alá tolják ezeket a lehetőségeket, ami nem annyira támogatok ezeket a nagyipariakat, de én azt gondolom, hogy és az is a megítélésem, hogy hála Istennek, hogy a vegánok zöme ezt az izét nagyjából átlátja, hogy nem ez a jövő. Nem ez a, nem tudom én,
sokan mondják, hogy de majd, amikor majd nagyobb gondok lesznek az emberiség létszámával és a rendelkezés élelemmel, akkor milyen jó lesz, hogy majd tenyésztünk, nem tudom, ebből abból lesz már azt. Én azt gondolom továbbra is, hogy van elég étel a rendelkezésre. Éppen most hallottam egy előadást, ahol azt állította, hogy Magyarországon, az előadó, azt állította, hogy Magyarországon egy harmada, tehát a megvásárolt ételek, amit megvásárolunk itt a tamatonnak, az egy harmada kukába kerül ki. Tehát, hogy brutál, ha csak itt tudunk, nem tudom én, lesz lefelezni. Tehát olyan lehetőség vannak még, jó, hogy persze növekszik a lakosság száma a Földön, de hogy ennek ellenére még nagyon sok minden van előttünk, és egy csomó olyan növény van, ami ma még nem becsülünk eléggé, olyan, sőt, még ilyen ellenségnek is tekintünk sokszor, vagy azt mondjuk, hogy nem emberi fogyasztásra nem alkalmas, ami igenis emberi fogyasztásra alkalmas, sőt, jótékony hatása is van, stb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem ez az út, hogy kémiai, meg nem tudom én, laboratóriumi úton, és nem tudom én, gépek által előállítsunk ételeket, hanem az, hogy jobban felfedezzük a világunkat, és akkor nagyobb potenciállal fogjuk tudni ezt a problémát is leküzdeni, mint emberiség. Hát ez egy nagyon szép végszó volt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és bízom benne, hogy mindenkinek sikerült újfajta ötleteket és lehetőségeket nyújtanunk. Úgyhogy köszönöm a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánok a későbbiekben, sok-sok vendéget, és még több vegetáriánust nektek. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük, és nem csak vegának, meg vegetáriánusok járnak ide, mindenki, aki valami különlegességet akar, úgyhogy szívesen látunk bárkit, aki jön, sok szeretettel, és nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy itt megszólalhattunk. Köszönöm én is még egyszer, és minden jót, viszont hallásra. Kis a Föld Podcast. Hírek helyben, azonnal.